Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Lidl-nek ezt a V5-ös klíma frissítő cuccát fogjuk kipróbálni. Nem sok mindent ír róla a leírás, hogy hogyan kellene egész pontosan, vagyis hát csak annyit ír, ugye, hogy állítsuk belső keringtetésre, de körülbelül ennyi, majd kattanásig le kell nyomni a kis, ezt a kis kupakot vagy nyomókát a tetején, és elhagyni az autót, majd 10 perc után kész. Értelemszerűen ahhoz, hogy a belső keringtetés működjön, ahhoz járni kell a motornak jó esetben, vagy ha nem, legalább a gyújtás legyen rajta, de szerintem inkább járjon a motor, ha már 10 percig pengetjük. Valamint én most a belső keringetésen kívül maxra veszem a ventilátort és a leghidegebbre állítom. Ennek ugye az lenne az értelme elvileg, hogy megszüntetni a kellemetlen szagokat, és kellemes illatot biztosítson. Azt mondja, hogy hosszan tart a hatás, na hát meglátjuk, úgyhogy csináljuk is. Letelt a 10 perc, úgyhogy le is állítjuk. Közben néztem egyébként, így sasoltam be az ablakon, vagyis az üvegen, és olyan 3 percnél körülbelül már kifogyott a szufla a spréből, tehát az utána következő körülbelül 7 perc az már ugye csak, hogy járassa körbe-körbe a légkondiba. Na hát olyan jó kis kellemes citrus illat van a kocsiban. Mennyire lesz tartós? Nem tudom. De Szászónak is egy a vége. Ő volt a Lidl-nek a V5 klíma tisztítója, illatosítója, inkább illatosítónak mondanám, hogy felfrissítője, mert nem hiszem, hogy nagyon tisztítana. Úgyhogy hát ajánlanám, nem ajánlanám. Olcsó volt, jó illat van a kocsiban, nem tudom, meddig fog tartani. Próbált megér, aztán, hogyha úgy látjátok, hogy nektek bejött, akkor lehet akár a továbbiakban is használni. Ezzel ez a videó ennyi is volt. Tetszett? Küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és legyen szép a napotok. Sziasztok!